a női testnek a tárgyasítását egy kicsit próbálják visszafogni. Az egész egy kicsit olyan húsvásáros volt számomra, főleg akkor, amikor még táncoltak is a fürdőruhákba. Nem mondom, hogy jó, nem mondom, hogy rossz újítás, de szerintem a lányoknak ez valahol egy könnyedség. Én a magam részéről hiányom a bikinit. Két szépség, aki annak idején megnyerte ezt a versenyt, és most ti vagytok a háttérműsorvezetők. Milyen érzések kavarognak bennetek? Hát, mint mindig, eszméletlen érzés egyébként, hogy itt lehetünk, és hát ez egy óriási lehetőség számunkra, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Reggel én, amikor ide jöttem, akkor itt teljesen az volt bennem, hogy úristen, sajtótájékoztató, és így kicsit azért nekem is volt egy így izgalom bennem, hogy úristen, mint hogyha én is színpadra állnék, pedig nem, mi a háttérben leszünk most. Én már azért így évek után rájöttem, hogy nagyon sokat számít az élő show, hogy abban a pillanatban, abban az órában ki hogy tudja átadni magát, kinek hogy jön át a kisugárzása. Szerintem nagyon erős a mezőny. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években most van a legerősebb. Ezt úgy kifejtetted, hogy nem is tudjuk fokozni, ugye? Ne, én nekem már van pár kedvencem, akkor mondjuk így. Nagyon sok a magas lány. Úgyhogy ez szerintem tényleg kimagaslóan sok a magaslány. Én nagyon örülök, mindenkinek szép az alakja, és jó, persze most nem lehet egységesen 20 ugyanolyan lány, de hogy nincs az a hatalmas nagy szórás szerintem. Ha jól tudom, kisasszony, ön felmondott a munkahelyén, hogy királynő lehessen. Mondja el a miértjét. Ezt tudom, hogy kívülről örültjének hangozhat, viszont nekem ez gyermekkori álmom volt, hogy részt vehessek ezen a versenyen. Én tudatosan vettem részt kisebb versenyeken, hogy megérjek erre a feladatra, hogy lehetőséget kapjak képviselni a hazámat egy nemzetközi színvonalú versenyen, és igazából ez volt az oka, hogy az álmokat meg kell valósítani. Itt van az én kis személyes kedvencem, Abasári vagyok szintúgy. Wow, nagyon meglepő számomra, mert még sosem találkoztunk ugye Abasáron. Én egyébként születésem óta ott élek Abasáron, viszont gimis koromban elkerültem ugye az iskola miatt. Minden lány egyenlő eséllyel indul, és nálam mindegyik versenyző, akire én is szavazatomat adtam az elődöntőben, maximális királynő esélyes. Te látod-e magadban a potenciált, hogy te legyél az új királynő? Szerintem mindenki látja, én is látom. Remélem, hogy én leszek. Nagy esélyt látok rá, küzdő szellem vagyok. Megküzdök mindenért, hogy az enyém legyen. Girl power! Igen. Idén van egy újítás. Elmarad a bikinis rész. Mit gondolsz erről? Én nagyon jó dolognak tartom, mert az egész egy kicsit olyan húsvásáros volt számomra, főleg akkor, amikor még táncoltak is a fürdőruhákba. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó dolog, a testtudatosság is egy fontos üzenet most már, és szinte minden lány jár edzeni, úgyhogy miért is ne legyen sokkal inkább egy ilyen túr, amiben azt mutatják meg, hogy mennyire sportosak, és hogy és milyen szép az alakjuk. Igazából ez lehet egy sportruházatba is. Nem mondom, hogy jó, nem mondom, hogy rossz újítás, de szerintem a lányoknak ez valahol egy könnyedség. Én egyébként, amikor tudtam, hogy lesz bikini túr, azonnal edzőterem, minden nap normális kaja, nem, mintha eddig nem, mert kiskorom óta így a sport, meg az egészséges életmód az életemnek a része volt, de egyébként szerintem ez egy óriási könnyítés nekik, valamint az, hogy egy ilyen fitness ruhában fognak felvonulni, ez is egy nagyon jó ötlet, ugyanis ugyanúgy látni fogjuk, hogy mennyire bomba az alakjuk. Nekünk a világverseny nem, hogy bikini túr nem volt, de bikiniben sem jelenhettünk meg annyira, tehát, hogy mindig figyelni kellett erre a dologra. Én azt gondolom, hogy ennek se előnye, se hátránya nincsen. Azért nyilván itt nem csak a testi adottságokról beszélünk, de azért egy lány lehet dekoratív, nem csak bikiniben, de sportruhában is. Úgyhogy szerintem attól, hogy nincsen bikini túr, ugyanúgy készülni kell. Örülök az újításnak, szerintem mindig kellenek az újítások, és egyébként mivel sportolok, így nagyon örülök neki, hogy egy fit túr lesz helyette. Úgy gondolom, ez egy szuper kezdeményezés a világverseny részéről, hiszen így a női testnek a tárgyasítását egy kicsit próbálják visszafogni, relatíva fogalmazhatok így. Viszont nyilván egy szépségversenyről beszélünk, itt elkerülhetetlen az, hogy megnézzék azt, hogy milyen alakunk van, hogyan nézünk ki. Szóval hiába fontosak a belső értékek, ne legyünk közhelyesek, nyilvánvalóan az is fontos, hogy milyen testtel lépünk ki a színpadra. A szépségversenyek tradicionális velejárója volt eddig ugye a bikinis forduló.
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy kiegészül a verseny egy sportos fordulóval, ezt mindig is nagyon támogattam, és egy rendkívül előremutató ötletnek tartom. Én a magam részéről hiányolom a bikinit, az olyan viszonyítási pontokat tud egy zsűritag számára adni, amit nyilván egy estély ruhás, illetve egy sportruhás forduló nem. Bízunk benne, hogy a későbbiekben esetleg még visszahozzák. Engem nem igazán, hogy is fogalmazok, nem igazán érintett meg, hogy most lesz-e vagy sem, mert szerintem fontos, hogy minden lány rendelkezzen egy bizonyos fajta önbizalommal, és nyilván ezen a versenyen képviselnünk is kell ezt a fajta önbizalmat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyilván jó is, hogyha meg van rendezve, meg fontos az is, hogy bizonyos érdekeket képviseljünk. A válogatón én is egy kicsit kellemetlenül éreztem magam fürdőruhában, de viszont úgy gondolom, hogy azt hiszem sport van helyette, ugye? És szerintem az egy normálisan megméretetés a lányoknak, mint félmeztelenül járni a zsűri előtt. Szerintem nincs ezzel semmi baj, hogy idén a lányok nem fürdőruhában fognak vonulni, hanem valami egészen más találtunk ki. Én azt gondolom, hogy itt is simán meg tudjuk mutatni azt, hogy ők mennyire csinosak és mennyire dekoratívak, és hát nagyon sok szép magyar tervező által tervezett ruhakölteményben fognak felvonulni a csajok, illetve hát szóval ők úgy szépek, ahogy vannak. Én azt gondolom, hogy most itt a sajtótájékoztatón mindenki láthatta azt, hogy mennyire csodálatosak és gyönyörűek. Én minden esetben nagyon várom már azt, hogy az élő showban ezeket a szetteket, ezeket a túrokat összerakhassuk, és megmutathassuk a nagy közönségnek őket. Nyilvánvalóan, aki benne van a modell szakmában, azért rendben van valamennyire magával, meg nem fél megmutatni saját magát, de abszolút jó ötletnek tartom szerintem, és sokkal jobb, hogyha azért egy szépségversenyben szerintem nagyon fontos, hogy a lányok személyiségét is megismerjük, és a belső, nekem a szem például sokkal fontosabb az arc, mint hogy a testem ilyen, meg hogy ilyen sok dolog látszódjon belőle, szerintem sokkal jobb, hogyha mondjuk egy szép estélyben megjelennek, vagy most, mint például, ami a sportöltözék lesz. Szóval a szemet nézed meg először egy emberen? Nekem abszolút a szem az első. Ugye tudod, hogy Budapest tájjal beszélsz, Budapest szemével. Mit látsz az én szememben? Fejtsd ki, kérlek. Én azt látom a te szemedben, hogy abszolút egy nyitott, egy vidám személyiség vagy. Én egyébként már egyszer vagy kétszer szerintem beléd botlottam. Például a Marriottban volt egy divatbemutató, ahol szintén ott voltál, és ott mindig ilyen hihetetlenül vidám vagy, szóval kellemes személyiség. Nagyon szépen köszönöm, ez a nap csúcsa nekem. Szuper, örülök neki.